Bátor jelentkezők emelték a sörös korsót, mindannyian a Sörfesztivál sörivó versenyére neveztek. Ahogyan a középkori Angliában sörrel indították a napot, úgy Vonyarcvashegyen a sörrel zárják a következő napokban. A nyitónap versenyének győztese a településen nyaral, a Szentendrei szigetről érkezett. A versenyzőknek egy liter sört kellett minél gyorsabban meginni. Egyik kedvencemet, úgyhogy nem okozott nagy gondot, egy liter sör megívása. A hagyományos nyárindító fesztiválon hazai és külföldi kézműves sörfőzdék kínálták a vitaminokban és ásványi anyagokban is gazdag kedvelt italt. A sörfogyasztók kedvükre válogathattak a kínálatból. Az évszak minden részében fogyasztom a sört, mert nagyon szeretem. Az ideális hőmérséklet az 5-10 fok között van legalábbis nekem. Kicsit kesernyi is legyen, az édes sör az inkább a hölgyeknek. A fesztivál hangulatot fokozta a Zalai Balatonpart ifjúsági fúvós zenekar játéka. Pillanatok alatt megtelt a rendezvénytér a kora esti órákban. A standokon hagyományos, magyaros ételek közül válogathattak a vendégek. Volt házi rétes, sütötték a gyermekek kedvencét, a palacsintát, de volt lecsó, burgonya, káposztás finomságok, és a Balatonparton elmaradhatatlan hurka kolbász. Akadt olyan fiatal a programon, aki nem csak kóstolta, hanem sütötte is a disznótoros ételeket. Gyerekkorom óta nagy magyaros íz kedvelő vagyok, hogyha fogalmazhatok így, illetve hát a fesztiváloknak is nagy rajongója. Először még fogyasztóként, aztán nyilván amikor nagykorúvá vált az ember, akkor csatlakozott a családi vállalkozásba, és azóta a másik oldalról is átérzem ezt a lehetőséget. A fesztivál tökéletes helyszín a kikapcsolódásra, a gyermekeknek is nyújt újdonságot a játékszigeteken. Most tettünk ide, és nézzük a golyókat. Szeretsz társas játékozni? Igen. A népszerű üdülőtelepülés programokkal is színesíti a nyaralók szabadidős lehetőségeit. A Sörfesztivált 14 éve júniusban rendezik meg Vonyarcvashegyen. Nekünk az a célunk, hogy itt generációk találkozzanak egymással. Gyerekek, kiskamaszok, felnőttek, hiszen itt díjmentes ugrálóvárat tudunk biztosítani, kézművesekkel látjuk el, közel van a Balatonunk, tehát itt nagyon sok a sétálás is, de az, hogy generációk tudjanak találkozni, a közösséget mi szeretnénk ezzel megerősíteni. A Kézműves Sörök és Házi Ízek Fesztivál a gasztronómiai élvezetek mellett 3 napon át kínál szórakozási lehetőségeket is. Koncertek és utcabál várja a látogatókat.